Úgy tűnik, hogy nem csak a korona 5. évada az egyetlen újdonság a Netflixen, ami az angol királyi családdal kapcsolatos, hanem Harry és Meghan dokumentum sorozata is, amely december 8-án jelent meg a platformon. Mielőtt belekezdenénk, sziasztok, Zoé vagyok, és nagyon köszönöm előre is, ha megnézitek a videót és feliratkoztok. Sokat jelentene. Kezdjük is egy kis háttértörténettel, majd rátérek a Netflix dokumentum sorozatára is később. Bizonyára mindannyian hallottatok arról, hogy Meghan és Harry lemondtak a királyi családban betöltött rangjukról, és mindez nagy port kavart a briteknél. Mindemellett sokkoló interjút adtak a híres amerikai műsorvezetőnek, Oprah Winfreynek is. Olyan titkok kerültek a felszínre, amelyek eléggé rossz színben tüntették fel az angol királyi családot. Meghan bevallotta, hogy öngyilkossági gondolatai voltak, beszélt a mentális egészségről, és olyan témákról, amelyek főként tabunak számítanak manapság is. Amikor segítségért fordult volna, elutasították, hogy nem tenne jót az intézménynek. Az interjú bizonyította a tényt, miszerint a pár nem fél a királyi család és a nép reakciójától, és nyíltan felmerik vállalni az érzéseiket és a kihívásaikat. Ha ez nem lenne elég, Meghan azt is elmondta, hogy rasszizmus áldozatává is vált, ugyanis a bulvársajtó kezdetektől fogva megkérdőjelezte a helyét. A fai hovatartozásának kérdése a királyi családdal való kapcsolatát is jellemezte, ugyanis úgy vélték, hogy a gyerekük ezért nem kapott rangot és védelmet. Az interjú egyik legmegdöbbentőbb pillanata az volt, amikor a királyi ház egyik tagjával folytatott beszélgetést felfedték, és az illető amiatt aggódott, hogy vajon a kis Archie-nak milyen bőrszíne lesz. Számomra az is meglepő volt, hogy Károly herceg, aki most már harmadik Károly brit király, nagy népszerűségnek örvendett, amikor Meghant végigkísérte az oltárhoz a lány édesapja helyett is. Ez a szép pillanat szerte foszlott, miután Harry elmesélte, hogy azok után, hogy lemondtak a szerepükről, az édesapja nem fogadta a hívásait, és megvonták a családi pénzeket is a költözésük után. Az angol királyi család híres arról, hogy a semlegesség jegyében nem beszélnek a politikai témákról, nem reagálnak a bulvársajtókra vagy hasonló interjúkra. Az egész ország legmagasabb rangú személyei, ők képviselik Nagy-Britanniát. Kulturális és történelmi jelentősége miatt meghatározó szerepkörük van, és főként a nemzet szimbólumaként tartják őket számon. Válaszul erre is csak egy rövid nyilatkozatot adtak ki, miszerint a problémákat komolyan veszik, és majd privát körben megbeszélik. Én elhiszem, hogy ezek után nehéz bármilyen közleményt is kiadni, vagy erre jól reagálni, hiszen itt elég komoly vádaskodásokról volt szó. Az ő oldalukat sosem fogjuk hallani, persze meg lehet nézni dokumentumfilmeket vagy sorozatokat is, de a királyi család gondolatait csak ők tudják, és amit kifelé mutatnak, az csak egy szerep. Ők is csak emberek érzésekkel, amit nem gyakran láthatunk, de tényleg ennyire zárkozottak lennének a belső körükben is. Ennyire nem segítenének egymásnak. Ők a nép szimbóluma, és éppen ezért gondolnám, hogy már a média és a gondolkodásmód is ott tart, hogy nekik kellene példát mutatniuk, mert a világ fejlődik, és lehet, hogy nekik is kellene. Ti mit gondoltok erről? És itt jön a csavar. Az interjú nem teljesen úgy sült el, ahogy a fiatal pár várta. Sokan megkérdőjelezték, hogy valóban megtörténtek-e az események. Például Meghan útlevelével kapcsolatban, amit állítólag elvettek tőle. Egyedül a királynő királyjogosult arra, hogy útlevél nélkül utazhasson. Meghan részt vett egy külföldi teniszmeccsen, és állítólag elment egy barátnői esküvőjére is Rómába. Akkor mégis hogy utazhatott? Ugyanez a jogosítvánnyal kapcsolatban. A védelemről pedig annyit, hogy egésznapos biztonsági szolgálat csak bizonyos, rangidős királyi családtagoknak jár. Alacsonyabb rangú tagoknak csak nyilvános eseményeken, és aki aktívan nem részese az intézménynek, annak egyáltalán nem is biztosítanak. Az is furcsa volt, hogy Meghan nem tudott róluk semmit. Ők a legismertebbek a világon, rengeteg film, könyv készült róluk, az életükről, és a média világában ki az, aki nem hallott a királynő szokásairól, a pukedlizésről, vagy a családi hagyományokról. A Netflix dokumentum sorozatának első 3 része csütörtökön jelent meg. Mostanában a streaming platform tömbösítve teszi elérhetővé a legjobban várt sorozatokat. De nem is baj, legalább több időnk van megemészteni. Főként a média nyomásról és Harry és Meghan kapcsolatáról szólt. Hogyan találkoztak, miként döntötték el, hogy együtt belevágnak ebbe az útba, és miért volt nehéz számukra a királyi család részeként élni. Felbukkannak otthoni felvételek is, ami azt sejtette, hogy egy nap készen állnak majd elmondani a saját igazukat, és eljött ez a nap.
Maga Harry és Meghan interjúban mesélik el a történetüket, amelyekben ismerősök és barátok is részt vesznek. Természetesen a királyi családtól senki nem nyilatkozik, ahogyan azt várni is lehetett. Pedig itt lenne az ideje, hogy kiálljanak saját magukért, mert így mindig csak egy oldalt fogunk hallani. Harry beszél a gyerekkoráról, és főként a nyilvánosság hátrányairól, ami az egész életére kihatással volt. Nehezen viselt el, hogy folyamatosan követték őt és a családját. Nem lehetett egyszerű az, hogy az életed minden pillanatát rögzítik, minden hibád ott van a címlapon. Persze nagyobb túlzásokkal és valótlan állításokkal, de mégis országvilág tud róla. Megdöbbentő volt hallani, hogy emberek mit meg nem tesznek a hírnévért és a pénzért. Meghan édesapja elárulta a saját lányát, és több 10 000 fontot fogadott el azért, hogy pózoljon a paparazziknak, akik a lányáról annyi szörnyűséget és hazugságot írtak már. Hasonló történeteket osztott meg Meghan a féltestvéréről is, aki szintén valótlan állításokat közölt a brit sajtóval. Ez egy igazi gyilkos üzlet, mert produkálnod kell magad azoknak a bulvársajtóknak, akik a királyi család életéről írnak, és elsődleges joguk van hozzá. Az Egyesült Királyságban a sajtó még a politikai választásokra is hatalmas befolyással van. De az, amit Meghannel műveltek, hogy folyamatosan követték, biztonsági embereket kellett bérelnie, halálos fenyegetéseket kapott és folyamatosan negatív sajtó érte, egy embernek sem lehet egyszerű elviselni. A brit média hírhetten mindent megtesz a szaftos sztorikért. Átfésülik a kukákat, megpróbálnak számlákat feltörni. Bármit megtesznek az exkluzív felvételekért és a pénzért. Harry több nyilatkozatot is kiadott, hogy nem tolerálja a rossz hiszemű pletykákat és cikkeket, amelyek megjelentek az újságban. Köztudott, hogy a királyi család a médiával dolgozik, így van valamennyi befolyásuk felette, de nem mondhatják meg, hogy melyik képet használják fel, vagy nem mondhatják meg, hogy hogy hozzanak le egyes cikkeket. Én teljesen meglepődtem, hogy a faji hovatartozás az egy ekkora kérdés volt az Egyesült Királyságban. Érdekes, amikor Meghan azt nyilatkozta, hogy Amerikában ez nem jelentett neki gondot, és nem is gondolt rá, különösebben. Megdöbbentő volt számára még az is, hogy Nagy-Britannia mennyire sokszínű, a nemzetközösség mennyire sokszínű, és még mindig ekkora téma. Szerintem a Netflix-től okos döntés volt, hogy bevonták Meghan anyukáját. Annyira kedves és szerethető személyisége van, és látszik, hogy mennyire szereti a lányát, és ami azt illeti, Harryt is. Egy aggódó édesanyát láthattunk, aki csak a legjobbat szeretné a gyerekének. A negatívumok mellett persze voltak pozitív pillanatok is, például amikor az afrikai nyaralásukról meséltek. Harry Meghant is elvitte a különleges helyre, ahol sátorban aludtak a szabadtér kellős közepén, amikor még alakulóban volt a kapcsolatuk. Az biztos, hogy akkor ismersz meg igazán valakit, ha sok időt töltesz vele. És jól tették, hogy a paparazzi, a cikkek és mindenelőtt egy kicsit egymással tudtak törődni és egymás igazényét látni. Amit gondolunk, hogy nagyon jó életük van, hiszen anyagiakkal sosem kellett törődniük, ismertek és többnyire kedveltek. De ha jobban belegondolunk, meg van határozva mindennapjuk, nem dönthetnek szabadon, és mindig az eszüket kell használniuk a szívük helyett. Emellett meg kell küzdeniük a médiával, akik folyamatosan arra fókuszálnak, hogy hogyan tudnának titkokat felfedni és több 10 000 fontért eladni. Ez sem lehet egyszerű élet. Én szeretek többféle újságot, cikkeket olvasni, megnézni más dokumentumfilmeket vagy sorozatokat is, mert szerintem jó az, ha több szempontból rálátsz egyes témákra. Az Apple TV-n több dokumentumfilm is van, ami Meghan és Harry életével foglalkozik. Ott főként királyi tudósítók és szakemberek mesélik el a pár történetét, de ugyanazt mondták el például a találkozásukat illetően. Egy közös barát által ismerték meg egymást, sok szenvedélyük van, például mindketten szeretnek a jó cél érdekében harcolni, több jótékonysági szervezetnek is segítkeznek, és ez az, ami mindig fontos szerepet fog játszani mindkettejük életében. Tudták, hogy a kapcsolatuk bonyolult lesz, hiszen Meghan Kanadában forgatta a Brilliáns Elmék című sorozatot, amit imádok, míg Harry Londonban élt. Az esküvő után már Meghan is egy volt közülük, de sosem érezte úgy, hogy befogadták volna. A királyi családot képviselte, annak megfelelően kellett viselkednie és öltöznie. De bármilyen jó volta, bármit csinálta, mindig megtalálták a módját, hogy tönkre tegyenek. Amit már említettem, hogy az angol királyi családnak egy igazán fontos szabálya van, maradj semleges és ne panaszkodj. Harry és Meghan nem tudta elviselni a nyomást, a médiát, és lássuk be, Meghan egy olyan világba jön, ahol ki tudja fejezni az érzéseit,
nem kellett visszafognia magát, ahol úgy nyilvánulhatott meg, ahogy ő szeretett volna. De ez egy teljesen más szerepkör, és más felelősségekkel is jár. Harry és Meghan meg akarták változtatni a szokásokat, és saját szabályokat felállítani, viszont ezzel csak egy nagy probléma van. A királyi család a nép szimbóluma, és az adófizetők pénzéből élnek, tehát a népet szolgálják. Ha az emberek látni szeretnének egy fotót a kis Archie-ról pár órával a születése után, amit tegyük hozzá, szerintem alapból nem normális, meg kell tenniük. Nyilvánvalóan ilyenkor egy édesanyja annak örül, ha a gyereke és a férje mellett lehet, nem pedig egy ország világ előtt magas sarkót felkapni és mosolyt erőltetni az arcára, egy bizonyosan fájdalmas szülés után. De nincs lehetőségük nemleges válaszra. Ugyanez Diana halála után, ahol a család és a nép elvárta, hogy nem utassanak ki érzelmeket, és mosolyogva rázzanak kezet az emberekkel, akik megjelentek, hiszen azt kellett tenniük. Harry és Meghan úgy döntöttek, hogy összehoznak egy találkozót a királynővel, és megbeszélik, hogy mégis hogyan tudnák megoldani a kialakult helyzetet. Mivel Harry a 6., ha jól tudom, most már 5. az uralkodási sorrendben, nem valószínű, hogy valaha is király lesz belőle. Több forrás is megerősíti, hogy a királynővel való meetingjük után lemondtak a királyi családban betöltött posztjukról, és megosztották idejüket Amerika és Anglia között. Ám mindez olyan gyorsan történt, hogy a nép úgy érezte, hogy cserbe hagyták őket. Ez egy rendszer, amit nem lehet megváltoztatni. Nagyon sokan megpróbálták már, de nem sikerült. Szerintem itt nem is arról van szó, hogy kinek van igaza és kinek nincs. A privát zárt beszélgetéseket úgysem fogjuk soha megtudni. Viszont, hogy tényleg megtörténtek, akkor a királyi családnak el kellene gondolkoznia arról, hogy vajon ilyen példával szeretnék-e szolgálni a népet, és így akarják-e képviselni az országot. Ti hogy látjátok a helyzetet? Kíváncsi lennék a véleményetekre. Írjátok meg kommentben. A mai videó ennyi lett volna. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, és jövök vissza a második résszel. Sziasztok!